Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Card Zone, és a mai videóban pedig Panini Super Mario-s Display-t fogjuk megnézni. Elég komoly kis doboz egyébként, 36 bontatlan csomag van egy ilyen dobozba. Eleve ez a Super Mario sorozat azért nem olyan olcsó, a legjobb drága gondolom a licensz, a Nintendo licensz, maga a Super Mario nem egy olcsó dolog, viszont tényleg nagyon jó kártyák vannak benne, és egy ilyen display azért az album nagy részét össze lehet gyűjteni, nem mindet, limitáltakat, meg aztán végképp nem, főleg ezeket a fragmenteseket, viszont azért jó kártyák jöhetnek, 4 kártya van egy csomagba, én azt mondom, hogy nézzük meg akkor az egészet, nem szórakozunk, kibontjuk mind a 36 csomagot, úgyhogy a Panin is hivatalos zárjegyet már át is vágom, hogyha ő is engedi, hogy átvágjam, tökéletes, teljesen tökéletes, és ugye a boltokban, meg az újságosnál ilyet szoktak igazából kibontani, és itt a perforáció által ugye szépen behajtogatják, itt is, ott is, betörik amennyire lehet, nem tudom, hogy ez mennyire okos dolog. Nem olyan egyszerű ezt azért összerakni, csomó helyen látom ilyen, főleg ilyen kisebb áruházakba, ahol fura szét van tépve a doboz, vagy itt letépik az egészet a francba. Ezt mondom, rohadt nehéz összerakni szépen. Sokkal több perforáció kellene, pedig amúgy meg lehetne jól csinálni, és akkor viszont boltba. Szakad az egész. Szakad az egész, pedig tök szépen így alá lehetne gyűrni, és akkor jól nézne ki. Párszor már sikerült megcsinálni, de ez most nem az én napom. Ezt elengedem, ezt teljesen elengedem. Oké, megpróbáltam. Nézzük akkor, a kis ajtók, ezek könnyen lejönnek. Ezekkel nincsen baj. Úgy szemét félre, és akkor ott vannak a bontatlan csomagok, 4 kártya. Egy pakban van olyan ország, ugye, ahol külföldön 8 kártyás csomagok is léteznek. Hozzánk ez a 4 kártyás kék design jutott el, külföldön más színnel is fut egyébként, viszont a kártyák ugyanazok. De jól néz ki, ennyi bontatlan csomag, azért ez zseniális. Jó lesz majd, remélem, hogy sikerül majd tényleg nagyon jókat nyitni. Már még rengeteg hiányzó van az albumban. Nintendo licensz ott pörög, 252 kártyát lehet kigyűjteni a teljes szériába, azért mondom, hogy ez a display ki fogja adni majd a nagy részét a hiányzóimnak, remélhetőleg bontsunk is bele, nézzük is. Külön teszem a csillogósokat, illetve a simákat. Megnézzük, hogy miből mennyi jön. Ott szépen elrejtve, kultúráltan, nem ilyen undormányos módon, hanem nagyon szépen elrejtve a kis számozás az albumba rendezéshez. Ez nekem tetszik, hogy ilyen elegánsan oldották meg, jobb felsőbe berakták. Hoppá, egyből egy micsoda jó kártya. Egyből egy csillogósba nyitunk bele ráadásul, úgyhogy ez jöhet ide oldalra. Nagyon jó kis karakterek ezek. Tök jó, a fő karakterek meg vannak csinálva, tehát nem hagytak ki senki fontosat, de azért persze vannak olyan részek, én mondom, én mindig ezt hánytorgatom fel starter paknál is. Gold kártya, nagyon menő. Én a Mario kártot hiányolom. Luigi, nagyon jó, hát itt mondjuk a dupla az azért eléggé jön Yoshiból, annak annyira nem örülök, mert jó lenne nem túlzottan sok duplát nyitni. De hát majd cserélgetéssel természetesen megoldódik a probléma. Sportkártyák. Szóval, hogyha a sport belefért, micsoda lucky pack? A hercegnő 2 darab csillogós egy csomagban. Az kifejezetten jónak számít. Az nagyon-nagyon jónak számít, meg a mushroom. Szóval, ha a sport belefért, akkor egy Mario kártos kis 8 vagy 12 kártyás, vagy báránykártyás kis rész, az miért nem fért bele? Én ezt hiányolom, de hát majd lesz biztos Series 2, vagy mit tudom én, folytatás. Még 2 csillogós egy pakban. Na ez a pak, ez azért kifejezetten jó. 2 csillogós, 2 sima, ugye ezek ritkábbak, de hát most nagyon belenyúlunk a jóba. Bum bum. Jól néznek ki. Nagyon szépek a kártyák, és most azért így egész jó, hogy ennyire adogatja a csillogósokat. Megint egy kis teniszezős. A bum bum, sajnos hát jönnek a duplák, kár érte, már azért olyan hüde sokat még nem bontottunk ki, de ez benne van a pakliba. Ott is ott van, nagyon jó, még egy csillogós. Azt sajnálom egy kicsit, közben egy Daisy, hogy
nem lehet egy display dobozonként egy limitedet nyitni. Szóval, hogy nem is kell, mint a blisterbe, ugye a blister meg a starter pak sajátossága a limitált kártya. Szóval nem is az van, hogy most minden csomagban legyen limited, mert nem, de mondjuk egy 36 csomagonként én tudtam volna örülni. Kis mushroom, milyen jó. Jó pofa. Szóval azért, pedig azok a legszebbek szerintem, a limitáltak. Úgyhogy én inkább a blister vásárlásra tudlak. Ó, focis. Szóval, hogy a blister vásárlásra tudom felbuzdítani itt a népet, hogyha gyűjtöd a limitedek miatt, a fragment limitedek miatt, azok a jók. Ez sem rossz, de ez inkább ilyen albumtöltős téma, hogyha nagyon-nagyon sok hiányzód van. Akkor az elején jó lehet egy ilyen display doboz. Kis teknős, kis Donkey Kong, minden van, amit szeretnél. Nézzük a következő paklit. Ebben mik jönnek elő? Itt is a sport tematika, az nagyon pörög, banán. Sima item, banán. Ebben nem volt semmilyen érdekes karakter. Nem mindegyik pakban van. Nagyjából próbáltak itt a véletlenszerűségre törekedni. Panini gyárban. Nagyon menő. Aranykártya. Itt meg megint csak Iggy, meg a Super Mushroom, ezek már duplák, ha jól emlékszem. De hát ez a gyűjtés sajátossága. Megint csak egy jó kis Donkey Kong, ráadásul ugye baseball ütővel, úgyhogy az sport, egy Yoshi, illetve egy Baby Daisy, tehát nem elég, hogy van Daisy, még a Daisynek van baby változata is. Gondolom, hogy akkor a többinek is lesz. Egy következő pak, abban egy sport tematikájú, hokis kártya ráadásul, van egy halszálka, vagy halcsontváz, meg egy mushroom lányka, kövipak. Kövipakban pedig egy ilyen csillogós, varázslós, fuzzi, lerim, hát minden mellé karakter is azért, akik valamilyen szinten számítanak, azok benne vannak. Azért 250 feletti kártyaszám az garantálja, hogy nagyon sok karakter benne van, ez az elég bruti. Kettő darab gold kártya, mindjárt megnézzük, mennyi gold kártya van. Daisy már sokat gyára, hát ez nagyon komoly. Gold kártyából azt mondja, hogy 18 darab van, és abból az egyik csomagban kettő volt. Ez elég jó. Az elég jó, és itt jönnek egymás után a goldok, Super Mario, a szellem. Mi kell még? Ez nagyon komoly. Nagyon-nagyon durva. Elképesztő. Tehát itt a goldokkal nem lesz baj, és ezt tetszik a legjobban amúgy. A Fragment Limited mellett, természetesen a Fragment Limited mellett. A gold kártya tetszik. Bár a sport se rossz. Snowboard. Kis baby. Donkey Kong, ez zseniális. Ez sírás, mennyire jól néz ki. Oké. Következő. Megint csak egy Yoshi, egy Donkey Kong, ez a baj. Larry, hát ezek már mind voltak. Nem lesz ez egyszerű, ez a kigyűjtés, már most érzem. Majd az album rendezés után meglátom, hogy mennyi van hátra. Szeretnék azért nektek... Baby Luigi, zseni. Szeretnénk nektek egy 100%-os albumot bemutatni. Azt, hogy ezt hogy fog összejönni? Hát lehet, hogy itt vásárolni kell még cuccokat, vagy cserélgetni legalábbis. Baby Luigi megint. Tehát egymás után dobálja be őket. Displaybe. Ilyen bontatlan, vagy kibontott torony van itt mellettem. Silver Parallel kártya, vagy hát ilyen fényes. Ludwig, ott is egy Donkey Kong, talán az a verzió. Az az előkés, az nem volt meg. Oké, okay. Karakterkártya, nézzük. Ez egy Bowser, jaj, nem is Donkey Kong, Bowser, hülyeséget mondok. Ludwig. És itt egyébként írja a kártya típusát, line drawing card és egy sportkártya, ez ugye nem csillogós, ez pedig csillogós, és szépen leírja a kártya hátoldalán. Hát most már elég durván elhúzott egyébként mennyiségbe a nem csillogósok aránya, az már kezd a duplájára nőni.
Az elején volt jó, amíg elkaptuk ezt a fonalat, hogy kettő sima, kettő csillogós egy pakba. Az nagyon tetszett nekem. Megint csak browser, majd utána egy pirányás növényke. Hát itt inkább ilyen pályaelemek, meg ilyen kis mellékkarakterek vannak. Következő. Csomagocska, ebbe egy teniszdó, gonoszak természetesen, egy Yoshi, illetve megint az a kis mushroom figura, aki az előbb is jött. Ezt nem szeretem, amikor kibontok egy csomagot, majd bontok még egyet, és egymás után jönnek a duplák. Azért legalább ennyi véletlenszerűség lehetne benne. Kosárlabdázó Luigi és Mario. Bomba. Hercegnő. Nagyon jó. Még azért van a csomagban, ott látom, hogy azért nem kezd elfogyni még egy hamar egyik oszlop se, úgyhogy még van esély, hogy valami jót nyissunk. Na. Na, ezek már nem is rosszak. Kettő csillogós a pakban. Jézusom, tüzet okádó növényke. Következő pakban, na ez a nagybetűs Donkey Kong kártya, Silver változatban. A halszálka, hát ezeket meg már említése sem éltó, van amelyik már háromszor megvolt. Rém kellemetlen. Következő. Dupla. Mário milyen vidám. Biztos megjött a fizetése. Nagyon durva. Tök jó, a kettő csillogós, annak azért lehet örülni. Waluigi. Nagyon jó. Teljesen király. Kis cső, még a csőről is van kártya. Tehát azért ez zseni. Az ilyenek helyett azért tényleg beférhetett volna egy Mario kárt. Van sima Mario kártya. Hát ezek meg három darab karakterkártya ugyanabban az osztályból. Érdekes, na itt kezd felborulni a dobozka. Úgyhogy kiszórom a maradék csomagot, mert elrepül. Már nem sokan hátra egyébként, a nagy részét már ledaráltuk. Nézzük a következő pakkot. Ebben a kosarazó srácok vannak. Ez a Baby Luigi, ebből már kiplakátolhatnám a szobát, vagy tapétázhatnám. Amennyi jött. Ez viszont menő. Van itt egy növényke, megint egy banán, és egy ajándékbontás. Az király, ez nem volt. Következő. Pakli. Abba. Ott a Yoshi Gold verziója. Parabomb, röplő. De jól néz ki. Black Yoshi. Na. Végre valami újdonság. Baby, a Black Yoshi az menő volt. Ez jól nézett ki. Következő, egy enemy kártya is van, egy baseballozós Mario a sztár, egy ugrálós mushroom gyilkos Mario, Ballet Bean, King Boo, na, jó van. Három bontatlan csomag van hátra, ebből az egyik, az egy sportkártya, teniszezős, teniszezősből sokan egyébként, King Boo, ajándékbontós, Black Yoshi, ami újdonság, az most már megint dupla, eddig tartott az újdonság varázsa. Következő, micsoda silver kártya, nagyon vagány. Egy mushroom, baby hercegnő és egy boo. Utolsó, a 36 csomagból rengeteget kibontottuk, de tényleg. Tenisz ismét, és karakterkártyák, semmi extra, sajnos a végére. Na, hát ezért van mit bepakolni az albumba, azt kell, hogy mondjam. Ez egy nagyon-nagyon komoly adag. Rengeteg karakterkártya, azt figyeljétek, iszonyat mennyiségű. Ez a fehér, ez mind karakterkártya. Ez brutális. Ide összerakom. Ezek pedig a csillogósak. Hát mennyiségre... Leszág, ugye? Köszönöm. Mennyiségre egyértelműen a sima lapok, amik... Hát azért... Szerintem a triplája is van, háromszoros, a simán megvan a sima lapokhoz képest, ugye. De rengeteg gold típusú, rengeteg sport, itt egymás után is jöttek a goldök, úgyhogy szomorú igazából nem lehetek, mert egy nagyon nagy paklit kapok cserébe, úgyhogy ez mind megy be az albumba, már ami ugye nem dupla, duplákat pedig majd megpróbálják elcserélni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk következő videóban, jók legyetek, sziasztok! We'll be right back.